Szavaztok. Íme a gyönyörűség. Hát gyerekek, ha van a kínai láncfűrészeknek a Strausson kívül még legalja, akkor szerintem ezt a láncfűrész, ezt a szarkopazot is oda lehet tenni. És lehet engem most ezért majd kövezni, meg mit tudom én, mert hogy valakinek csak erre van pénze. Ez meg vicc, te komolyan mondom. Glass, top cover. Ez fontos, ez nagyon, hogy ugye, lásd mennyire rakja el a légszűrőt. Hát de hogyan raknál a légszűrőt, bazd meg, amikor újkorában már szétszakad a üzemanyagcső, már így csörög a blokkja, bazd meg, a új gép, új, nézd meg, de nem ment talán, azt tudja mennyit, nincs benne szerintem két tank. Most nem beraktam, az üzemanyagcsövet cseréltem rajta tegnap, mert alul primeres, és ott problémák volt, hogy miért is ne. Olyan cső van rajta, bazd meg, hogy ha túlnyomod a pumpát, a túlnyomástól letolja magáról, érted, a pumpa a csövet, bazd meg, visszamenő ágat. Ilyet én még nem basztam, komolyan. Tehát, Rocinak biztos ismerős, azt hiszem, ő mutogatott be. Ja, aztán le kellett ugye szednem az egész hóbelebancot, oldalát, minden. Ki tudja húzni alól a tankot, hát gyerekek, ez a fogantyú, ez az első markolat, körfogantyú, ez. Ennek a súlya nem haladja meg, szerintem a 100 grammot. De lehet, hogy sokat mondtam, sőt, hülye vagyok. 10 grammot, vagy 15 gram, faszom, másfél-két deka az egész. Ha erősebben ráfognák, össze tudnám préselni a markommal. És ezek kapnak, bazd meg, CE minősítést. Ez hogyan? Oké, hogy... Na, nem fókuszál. PRC van ráírva, ugye? Ottani CE minősítés. Nem, mert ez az európai szabvány. Na, még meg ezek a adatok. Várjál, áttálok másik kameraállásra. Megpróbálom kiélesíteni, de nem megy. Még a fény is játszik. Leolvasni ott a dolgokat. Nem tudom, hogyan fordítsam. Mindegy, fals. Tehát teljesen fals az egész. Most az van, hogy megélesztem ezt a Rapid Superláncot. Rágógumi lánc, én csak úgy hívom. Megélesztem, azt mondom, kipróbálom még mielőtt visszaadom a büszke tulajnak. Hát az meg egyfajtában ráugrál a láncfék. Tehát ahogy hozzányúlsz a gázkarra, már elcsottanik a izé a láncfék. Tehát ez egy vicc. Jó, de ezt de demonstrálni fogom, mert közben kifogyott a üzemanyag, már azt sem néztem, mennyi van benne. Teszek bele. Elindítom, aztán megmutatom. Na szóval. Mentek bele a hálóanyba. Nem akarom ezt a videót sem nagyon vagdolni, mert nem ér annyit ez a szar. Hol megtankolom. Ezt megmutatom, hogy mit csinál, jó? Meg azt is megmutatom, hogy mit fogok vele csinálni én. Hogy viselkedjen. Ez a... csoda szerkezet. Ez is... Én vagyok... túl szigorú vagy, nem is tudom, ezekkel a gépekkel. Nem, a gyerekek, nem, ne basszátok meg, hogy a faszba lehet ilyen géppel dolgozni. Hát hogyan tudtok ilyen gépekkel dolgozni? Ez bazd meg, ennek az ára, amibe kerül ez a fostalicska, és látom én, hogy hogyan van ez összerakva. Hát átharapom az egészet, bazd meg, ketté harapom, még a főtengét is elharapom kettő olyan anyagokból. Érted? 3 kilowatt, mi? Meg 73 köbcenti. Ez. Hát Isten bizony mellé raknák egy 3 kilowattos, vagy egy 73 köbcentis gépet. Komolyan mondom, hogy demonstráljam. De meg is fogom csinálni, rohadjak meg. Ha most méregbű. Nem tudom, olaj van-e benne. Hogy milyen jól néz ki, mi? Jó, van benne valamennyi. Jól néz ki, meg fú, bazen, milyen dizájnos ez a
Glasgow-er. Ez hihetetlen. Ez a leglényegesebb. Szóval, elindítom, aztán nézzétek meg, mit csinál. Jó? Direkt nem csapom rá a láncfejéket. Hát ez egy minden. Hát is a tovább húzva. Már rá is csattal. Ez mi? Érted? És ezt megveszitek, érted? 30 ezer forintért ezt a szart. 30 ezer forintért bazd meg a egy közepes méretű stírre, hogy 20 kornál egy normális lemezt meg láncot nem kapsz. Nem legy láncfű részt, bazd meg kompletten. Úgyhogy... És hogy lehet mondani, hogy valakinek csak erre van pénze, ne bazd meg, ne. Ne mondjad, hogy csak erre van pénze. Ha láncfű részt veszel, bazd meg, gyűjtsél rá. Ha 30 ezer forintot félre tudsz tenni, akkor félre tudsz tenni 60-at is, de akár 90 ezret is, bazd. Csak nem kell leizélni a McDonald's-ozni, meg mit tudom én, lét, bazd meg, hanem elkezdek ezért gyűjteni, hogy többet dolgozom. Ez ilyen egyszerű. Na, megmutatom, hogy hogyan fogom én ezt most így kutyafuttálba megoldani. Ezt a láncfék rácsapod. Tehát, amit ér ez a láncfék, ennek úgyis mindegy, de bebaszok ide neki egy csavart, ide. Szóval nem megy sehova. Tehát egy lemez csavar szépen. Rossz helyre nyomtam. Csai, járjál előre, ne várjál rám, vagy tudd előre, hogy itt bánom én, ne várjál rám. Csinálj, amit akarsz. Vagy húzd oda a tömlőt. Ne várjál rám. Lemez csavar, nem. Kap egy ilyen simát. De megakasztjuk ezt a szart itt, ne. Nem a szart. Ennyi. Fix. Nincs láncfék, ki van iktatva, ott rohad meg. Megyünk, aztán megnézzük, hogy mit csinál ez a gép, mit csinál a fába. Mit csinál éles, viszonylag éles lánca, idézőjelbe téve éles lánca, Sanyi szenved. Hagyd a szabadonfutót, Sanyi, hallod? Tudd előre, így kézzel az kész, hagyd a szabadonfutót a picsába. Vagy előre jársz? Meg ne tátosodjon alattad, a kárbot behúznod. Zoli bácsi fát vág. Itt mindenki dolgozik. Hozok egy 71 köbcentis, 3,5 kilowatt fölötti gépet. Ez tényleg 71 köbcenti.
71 köpcent. Na. Hogy a faszba lehet ilyennel dolgozni?